Az őszi búza átlaghozama a csapadékhiányos időjárás miatt csaknem egy tonnával marad el a tavalyitól. 2021-ben a búza földeken hektáronként 6,4 tonna termelést takarítottak be. Az őszi árpa 6000 hektárt meghaladó vetésterületéből hektáronként 5 tonna termés került a magtárba. A hozam 0,9 tonnával haladta meg a tavalyi átlagot. A 13417 hektáron nevelt repce hektáronkénti átlagtermése az elmúlt évhez hasonlóan 2,6 tonna volt, tájékoztatta a televíziónkat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A megyében a közel 50 ezer hektárnyi területen a gabona megtakarítása rendben lezajlott. A tároló kapacitással sem volt gond. A gazdálkodók az aratás végén elvégezték a tarlóhántásokat, ezzel megakadályozták a talajok további kiszáradását. Ugyanakkor a műtrágyázást, magánykészítést csak a megye jelentős részén tudják folytatni. A kukorica és a napraforgó táblákon a várható termés átlagok tovább csökkentek. A termelt kukorica egy jelentős része teljesen elszáradt.